Az első írott magyar alkotmánynak is tekintik, hiszen az uralkodó és a kiváltságokkal rendelkező nemesség egységét látták benne, a magyar parlamentarizmus kialakulásának egyik alappillére. Magyarország 2022-ben ünnepli az aranybulla kibocsátásának 800 éves évfordulóját. És köszöntöm a vonalban dr. Rácz Györgyöt, a Magyar Nemzeti Levéltár Tudományos Igazgatóságának igazgatóhelyettesét, főlevéltárost. Üdvözlöm, jó napot kívánok! Jó napot kívánok, én is üdvözlöm a hallgatókat! Az aranybullát őrző Magyar Nemzeti Levéltár kiemelt programsorozata kezdte meg az aranybulla emlékévet, egy tudományos konferencia is kísérte az április 22-i nyitó eseményt. Milyen kérdéseket jártak körbe ezen a konferencián? A konferencián tulajdonképpen az aranybulla emlékévünknek a megnyitását szerettük volna elkészíteni, mint egy alapot adva arra, hogy az ország különböző helyein és az év során különböző időpontokban megrendezendő aranybulla emlékezések, konferenciák és kiállításoknak megadjuk az alapot. Megadjuk azt, hogy valójában mi is történt 1222-ben, melyek voltak a nemzetközi előzmények, a kapcsolatok, és próbáltunk szigorúan a középkorra koncentrálni, és nem menni tovább az újkori századokba. Az egy veszélyesebb terület, az értelmezés csak úgy, mint az angol Magna Chartánál, ez már tulajdonképpen jogászi fontoskodás is nagyon sok esetben, tehát próbáltunk megmaradni a középkori alapoknál. Mit kell tudnunk egyébként a középkori alapokról, hogyha most mi is szeretnénk itt ebben a beszélgetésben az aranybullára emlékezni, az aranybulla évére, 1222-re? Először is a legfontosabb az, hogy Magyar Nemzeti Levéltár, országos levéltár azért tartja magát az aranybulla őrzőjének, mert bár tudjuk, hogy ez egy maga az aranybulla fogalom, az 1222-es oklevél, ez egy virtuális forrás, mert nincs meg eredetiben. Nem tudjuk megfogni, viszont mi nálunk van a szövegének a későbbi törvényekben megmaradt átírása, ráadásul 7 példányban is megvan. Nagy Lajos király 1351-ben átírta és megerősítette egy pont kivételével a 1222-es törvénynek a szövegét, és innen ismerjük a szöveget. És szerencsére van a Magyar Nemzeti Levéltárban két olyan II. Andráskori oklevél, amely mind a kettő tartalmazza, mind a kettő megőrizte számunkra magát az aranypecsétet, és az egyik 1221-ből való, a másik pedig 1224-ből. És mind a kettőt ugyanazzal a pecsétnyomóval, ez nagyon jól megállapítható, ugyanazzal a pecsétnyomóval készítették. Tehát minden jel szerint az 1222-es aranybullán is egy ilyen típusú aranypecsét függhetett, ami most nálunk megvan. Tehát megvan a szöveg, megvan a pecsét, és innen jött egyébként az ötlet, amikor a Parlamenti Múzeum készült, és segítettünk a létrehozásában, hogy tulajdonképpen rekonstruálni lehetne az aranybullát, mint tárgyat, és hogyha ott bemennek az első tárlóban, egy ilyen rekonstrukciót láthatnak. Tehát először is ez a legfontosabb, hogy ezt mi őrizzük, és ezért úgy gondoljuk, hogy mindenképpen a Magyar Nemzeti Levéltár országos levéltára az aranybulla első számú őrzője. Ezt azért mondom, mert időnként felvetődik, hogy a Rimási Levéltár is őriz egy aranybullát, ez tényleg így van, és ne kisebbítsük az ő érdemeiket sem, hiszen bár kapott egyébként, vagy legalábbis az aranybulla szövegéből az derül ki, hogy az egyik példányt az esztergomi káptalannak kellett volna őrizni, ez az eredeti példány elveszett, viszont egy sajátos politikai szituációban Anjou Károly Robertnek az uralkodása idején, vélhetően az 1318-as évben a magyar főpapok szembefordultak az uralkodó bizonyos politikájával, és előkeresték a levéltárból az 1222-es aranybullát. Tulajdonképpen ezzel indul az aranybullának a későbbi karrierje, a felfedezése, és nyilván országgyűlés tartására szerették volna rá bírni Károlyt, aki erre nem nagyon volt hajlandó.
nem is erősítette meg az aranybullát, hanem annyi történt, hogy a főpapok átírták a szövegét, és négy főpap köztük a két érsek, a kalocsai és az esztergomi pecsétjével, hát nem mondom, hogy hitelesítették, pusztán ráfüggesztették a pecsétjüket, és ez a példány megmaradt. És ez nagyon jó szöveg, tehát a prímási levéltár is tulajdonképpen társ őrzője az aranybullának. A két intézmény egyébként együtt tud működni az aranybullával kapcsolatos tartalmi részek összehasonlításának? Igen, természetesen mindenkivel együtt működünk, mint őrző intézmény kezdeményeztük egyébként magát a konferenciát is, és a meghívott előadók, mind az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat, mind a különböző egyetemek, Debreceni Egyetem, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Eötvös Loránd Tudományegyetem kiváló szakértői tartottak előadást egy-egy aspektusáról az aranybullának, pontosan azért, hogy jobban meg tudjuk érteni, hogy valójában mi is történt. Annyit mindenképpen el kell mondani, hogy ez egy olyan nagyszabású kezdeményezése volt Második Andrásnak, amivel egy belpolitikai konfliktust próbált megoldani 1222-ben, és az újabb kutatások azt mutatják, hogy sokkal nagyobb szerepe volt a királynak az aranybulla kibocsátásában, mint ahogy ezt eddig gondoltuk. Valószínűleg volt nyomás a királyi szerviensek, a bátyjának, Imrének a hívei, imrepárti főuraknak a részéről, a bárók, az arisztokrácia részéről is, de András zseniális politikusként olyan cikkelyeket vetetett be az aranybulla szövegébe, amelyeket a király nyugodtan megígérhetett, kára nem származott belőle, és ez az első olyan dekrétum, tehát oklevél formájában kiadott törvényünk, amelyre a későbbiekben is hivatkoznak. Tulajdonképpen aztán el is felejtik, tehát a 13. században nem nagyon lesz szerepe. Meg is újítják, majd éppen maga András 1231-ben egy új verziót kiad, ami némely pontokban megerősíti, némely pontokban viszont kiegészíti, vagy el is hagyja a 22-es aranybullának a szövegét. Tehát nagyon rövid ideig van érvényben, ha ezt a mai szóhasználatot próbáljuk alkalmazni, és csak az 1318 utáni időkben válik fontossá, és ahogy 1351-ben megerősíti Lajos, attól kezdve tulajdonképpen már az eredetire nem is nagyon van szükség, tehát nem véletlen az, hogy ezek valószínűleg elkallódtak. Mindig ezt az 1351-es megerősítést írják át, és erősítik meg a királyok, amikor trónra lépnek. Mátyás is például a koronázási dekrétumában 1464-ben megerősíti az aranybullának a szövegét. Említette a beszélgetésünk elején, hogy az aranybulla emlékezések alkalmával a nemzetközi előzményekre próbálnak utalni, megmaradni ugye a középkorban a kapcsolatok felkutatása terén, viszont veszélyes terület akár a jövőbe tekinteni, mármint az aranybulla léte utáni időszakra tekinteni, akár a jogi értelmezés szempontjából. Miért veszélyes ez a terület? Úgy értem, hogy veszélyes a terület, hogy a középkorászok számára veszélyes terület, mert az aranybullát a 16. századtól kezdve, amikor elindul a nagy jogi karrierje, mindenki a maga számára értelmezte úgy, ahogy azt jónak látta. A bocskai mozgalomtól kezdve egészen a 19. század, 20. századig mindig hivatkozási alap volt. Egyrészt az ellenállási jog egy olyan sztár cikkelye volt az aranybullának, amire mindig hivatkoztak, és ezt nagyon sokszor visszavezették a magyarság autokton ősi gyeppei kultúrájára, amire értelemszerűen semmiféle bizonyítékunk nincsen. Sőt, a jelek szerint éppenséggel a középkori hűbérjog volt az, amely tartalmazta ezt az ellenállási jogot, és onnan vehette át nem csak a magyar aranybulla, hanem
a többi 13. századi nemzetközi európai kiváltságlevél is. Ez középkoros konferencia volt, tehát azért nem gondoltuk, hogy bele kéne menni olyan értelmezési kísérletekbe, amelyet majd az újkorosok nyilván a későbbiekben meg fognak tenni a maguk módján, hiszen nagyon érdekes az Aranybullának a kései története is, amikor ez az előbb említett esztergomi példány például felbukkant a kutatásban, nem tudták azonosítani, és azt gondolták, hogy ez az egyik eredeti példány, ugye elvileg 7 példányt kellett kibocsátani belőle a király szavai szerint, és ebből egyet az esztergomi káptalan is kapott volna, és azt hitték, hogy ez az, és a Metternich-féle titkos szolgálat azonnal ráállított egy embert, hogy figyeljék azt, hogy mi történik, hát ha megtalálják Magyarországon az aranybullát. Ugyanígy a pápai példányt is folyamatosan kerestették a 17. századtól kezdve. Második Rákóczi Ferenc írt a Vatikánba, hogy feltétlenül itt megint nyilván az ellenállási záradék volt az, ami miatt vált fontossá. Ezek a kérdések is nagyon fontosak, de ezek már az újkornak a feladatai, és ez egy másik konferenciának lesz majd, vagy lehet majd a témája. Viszont ugye a Magyar Nemzeti Levéltár, ahogy említette is, őrző intézménye az Aranybullának, és amellett, hogy a tudományos élet számára is konferenciák megszervezése keretén belül felhoznak olyan kérdéseket, amelyekkel érdemes foglalkozni, emellett ugye a társadalom más tagjai számára is nagyon fontos információkkal rendelkeznek, és nagyon fontos olyan programok, lehetőségek, kiadványok születnek majd ebben az évben, amelyek az Aranybullával kapcsolatos történeteket, történelmi hátteret, akár nemzetközi kapcsolatokat és a jövőre gyakorolt hatásait mutatja be. Milyen lehetőségek, milyen programok várnak ránk az elkövetkezendő hónapokban az Aranybulla emlékévben? A Magyar Nemzeti Levéltár ezzel a konferenciával nyitotta meg az Aranybulla emlékévét, és szeretnénk több más rendezvénnyel és kiadvánnyal ébren tartani az Aranybulla 800 éves, az Aranybulla kiadásának a 800 éves évfordulóját. Az évforduló tiszteletére, vagy az évfordulóval kapcsolatban tettük virtuális kiállítássá, amíg egyébként a kiállító termünkben megnézhető a Nemzet Emlékezete a Magyar Történelem Mérföldkövei című tárlatot, ahol a magyar történelem 10 rendkívül fontos dokumentumát állítunk ki, és mutatjuk be történelmi kontextusában. Ez az utóbbi néhány naptól kezdve elérhető már a honlapunkon. Egy nagyon izgalmas kiállítás egyébként mindenkinek tudom ajánlani, és ráadásul szerepel benne az Aranybulla, szerepel benne az Aranybulla átírása, Mátyás királynak az a törvénye, amelyben átírja az Aranybullát. Tehát nagyon szoros kapcsolatban van az Aranybullával, annak ellenére, hogy nem most, még a Covid előtt állítottuk össze ennek a kiállításnak a tartalmát. Az év folyamán tervezzük, hogy az alkotmánybírák egy kihelyezett ülést tartanak a Magyar Nemzeti Levéltárban a történelmi alkotmányt jelképező Aranybulla szomszédságában. Aztán augusztus 20-án sok ember áramlik a budai várba. Az államalapítás ünnepén a bécsi kaputéri palotában ki fogjuk állítani a II. András-féle aranypecsétnek azokat a példányait, amelyeket őrzünk, hogy ezt meg tudják nézni az ünneplők, és azokat az átírásokat is, amiket említettem, amely az Aranybullának a szövegét őrizte meg. Tervezzük a Magyar Postával közösen egy alkalmi bélyegnek a kibocsátását. Aztán készítünk egy reprezentatív aranybulla kötetet az Ötös Loránd Kutatási Hálózat Moravcsik Gyula Intézetével közösen, amelyben az aranybulla fennmaradt szövegeinek filológiai rekonstrukcióját fogjuk elvégezni, fordítások lesznek benne, magyar és angol nyelvű fordítások, tehát magának a szövegnek, majd tudományos tanulmányok, értekezések is lesznek benne, amelyek a friss kutatási eredményeket fogják bemutatni, és ennek a kötetnek a részeként tervezünk
egy olyan kis dobozkát, amelyben hasonmásokat jelentetünk meg, olyan fakszimile gyűjtemény lesz ez, amely tartalmazza részint a pecséteket, tehát az aranypecsétet másolatban értelemszerűen, illetve a szöveget megerősítő királyoknak a pecsétjeit, és azokat az okleveleket fakszimile formában, amelyek fenntartották az aranybullának a legrégibb szövegét. Nagy Lajos Mária királynő, Zsigmond király oklevele is Mátyásnak a törvényei lesznek ebben benne. Ez várhatóan az őszre fog elkészülni és megjelenni. Az aranybulla emlékév alkalmából pedig különböző levéltár pedagógiai programokkal is készülünk, kvizzel, társasjátékkal, ismeretterjesztő rövidfilmet készítünk, online játékokat. Ezek mind elérhetők lesznek szépen fokozatosan, ahogy elkészülnek. Ahogy elkészülünk vele, a honlapunkon egy önálló aloldal található a 800 éves aranybulla tiszteletére, és ott gyűjtjük ezeket az ünnepi megemlékezéseket, alkalmakat, tudástárat készítünk, tehát olyan információkkal szeretnénk ellátni az érdeklődőket, hogy biztos középkori tudásuk legyen, és ne innen-onnan szedett téves információk szerint vagy alapján ünnepeljék az aranybullát. Dr. Rácz György a Magyar Nemzeti Levéltár Tudományos Igazgatóságának igazgató helyettese volt itt velünk, hiszen a Magyar Nemzeti Levéltár az aranybulla őrzője, és ennek kapcsán beszélgettünk az aranybulla emlékévről. Köszönöm szépen, és minden jót kívánok önnek. Köszönöm szépen, én is viszont hallásra.